Régóta vágytam rá, és nagyon sokat törtem a fejem, hogy megvegyem-e, szükségem van-e rá egyáltalán. Megvettem, de így utólag már bánom. Hogy nem vettem meg sokkal korábban az ACGAM, vagyis magyarosan ACGAM motoros asztalát. Vannak az életben olyan dolgok, amire azt mondjuk, hogy tetszik, jó lenne, de enélkül is képes vagyok élni. Ezek közül egy csomó dolog valóban teljesen felesleges, de van nagyon sok olyan, amit bár tudjuk, hogy nagyon szeretnénk, hogy nagyon jó lenne a munkánkhoz, mégis lemondunk róla, mert úgy gondoljuk, hogy az árát jobb helyre is el tudjuk költeni. De az igazság az, hogy a legtöbbször ez nem így van. A munkánkba érdemes pénzt fektetni. A kőművesnek, burkolónak érdemes megvenni a lézeres szintezőt, a grafikusnak, a márkás szeruzát, a programozónak egy jó széket, vagy egy jó asztalt. Érdemes, mert a munkája így lesz sokkal jobb, sokkal minőségibb és kevésbé fárasztó. Na, a hatékonyságról meg már ne is szóljunk. Pont így voltam én is ezzel az asztallal, amielőtt most is állok, vagyis ülök egy egyszerű íróasztalhoz képest sokba kerül, és igazából ez is csak egy asztal. Van lába, van lapja, rá lehet tenni a billentyűzetet, a monitort, a poharamat, szóval ez is csak egy asztal. Na jó, de milyen asztal? Ez bizony egy motoros asztal, és a motoros asztaloknak egy előnyük van a hagyományosokhoz képest. Igen, eltaláltad. Pontosan az, hogy lehet állítani a magasságát. Miért jó ez? Annak, aki napi 10 a ül a monitor előtt, nem kell magyaráznom, hogy milyen állapotban lesz a derek a 10 év múlva. Hát nem lesz túl jól. Erre valamennyi orvosságot jelent egy jó szék, de sokkal jobb, ha munka közben néha felállhatunk. Na jó, de ez egy hagyományos asztala, elképzelhetetlen, és itt jön a képbe az ACGAM asztala, és ez az asztal egyszerűen szuper. Elképesztően vastag anyagból készült a vászerkezet, aminek teleszkópos lábait két motor hajtja. Akár 100 kilóval is terhelhető, például akár velem is, pont 100 kiló vagyok. Két motornak számtalan előnye van az egymotoros megoldásokhoz képest. Nagyobb a teherbírás, tovább bírja a mechanika, mert nincs a lábak között semmilyen rudazat vagy kardán, aminek az egyik motorból két felé kéne vinni a nyomatékot. Sokkal finomabban mozog és sokkal gyorsabban mozog. A működés finomságára terveztem egy tesztet. Egy poharat csordultig töltöttem vízzel, de tényleg addig, hogy éppen csak nem folyt ki az asztalra. Ezután a memóriában tárolt magasságra mozgattam az asztallapot. Az asztal pedig olyan finoman emelkedik sűjjet, hogy a pohárból egy csepp víz nem folyt ki. Na de van más extra is. Az asztal védett a beszorulás és a felakadás ellen is. Ezt is leteszteltem természetesen. Ha valami az asztal alá szorul, akkor megáll a lefelé tartó mozgás, és két centit visszaemeli az asztalt a mechanika. Felfelé pedig ugyanez. Ha valamiben megakad az asztallap, akkor a mechanika leállítja az emelést, és két centit visszaengedi a lapot. Van természetesen túlterhelés elleni védelem is. Ilyenkor, ha túl nagy a súly, akkor az asztal emelkedése lelassul, majd megáll. Az ACGAM asztala kapható asztallappal, vagy anélkül is. Én megvettem az asztallapot is hozzá, de ez igazából nem kötelező. Ha tudsz, itthon olcsóbb forrást, vagy van asztallapod, akkor azt is felszerelheted. Maga a lap, amúgy nagyon jó minőségű, a jobb IKEA lapokkal vetekszik árban is. Mielőtt tovább megyek, néhány szót a szerelésről is szólok. Az asztal meglepően kicsi, ehhez képest meglepően nehéz csomagban érkezik. Az összeszerelés egyszerű, és ha gyors vagy, tarthatod a leírásban megadott 20 perces szintidőt is. Persze ez nem verseny, nem kell rohanni, inkább figyelj oda a csavarozásnál, hogy minden a helyére kerüljön. A szereléshez és a kábelezéshez is kapunk részletes leírás, de található ilyen a YouTube-on is, ezt vágtam ide a szöveg alá. Szóval elakadni szerintem nem fogtok a kábelezés pont olyan egyszerű, mint a szerelés. Azt javaslom, hogy azért valami kábelkötőgelőt szerezzetek be, bár adnak az asztalhoz is, de akkor lesz igazán szép a munkát, ha szépen összekötegeled a kábeleket. Jó, de milyen a asztalt használni? Nos, én több célra is használom, ez az álló íróasztalom, vagyis ha elmondom az üldögélést, akkor az itteni mini PC-n írom a cikkeket, szerkeztem a képeket, vagyis csinálom, amit szoktam. Emellett persze a videók felvételénél is főszerepet kapott az új asztalom. Nagyon jó, hogy én már nem csak ülni, hanem állni is tudok felvétel közben. A témától is függ, melyiket érzem jobbnak, de sokszor egyszerűen csak jobban esik a sok ücsörgés után állva felvenni a szöveget. Nekem ez az asztal azért is nagyon jó, mert az asztallapra erősítve van az összes videós motyom. Egy jobb minőségű szettet vettem, amire elhelyeztem a kamerát, súgógépet, lámpát, mikrofont, kontrollmonitort, szóval mindent. Ezek mind az asztallappal együtt emelkednek és süllyednek. Vagyis számomra ez az asztal nem csak az egészségem miatt volt jó választás, hanem azért is, mert a videók felvétel előtt nem kell minden esetben átállítani a teljes setupot. Az asztal emelésével vagy engedésével automatikusan átállítódik a megfelelő magasságra minden. Velem együtt sajnos nagyon sokan, nagyon sokat üldögélnek asztal előtt, na nekik ez az asztal tehát igazi ajándék lesz. Feltehetitek azt a teljesen jogos kérdést, hogy miért választottam ezt az asztalt egy külföldi eladótól, miközben itthon is rengeteg hasonló termék kapható. Nos, elsősorban természetesen az ár volt a döntő, persze utána elolvastam a vásárlói véleményeket is, és ezek is egyöntetőek voltak. A nagyon elégedettől a nagyon-nagyon elégedettig terjedtek a beszámolók. Az ár pedig tényleg nagyon jó. Ha olcsón akarsz itthon motoros asztalt venni, akkor olyan üzletet kell meglátogatnod, mint például a Jisk. Itt viszonylag olcsó motoros asztalok vannak. Nos, árban úgy néz ki tehát a dolog, hogy az ACGM LT225E két motoros vázáért annyit kell fizetnünk, amennyiben itthon egy olcsóbb egy motoros váz kerül. Vagy másképp számoljunk, az ACGM ET225E asztallappal együtt kevesebbe kerül, mint ha itthon vennél egy olcsóbb kétmotoros vázat asztallap nélkül. Szóval jelentős több tízezer forintos a különbség. Azt hiszem, így már végképp érthető, hogy miért maradtam ennél az asztalnál. Végezetül zárásként csak annyit szeretnék mondani, hogy a kényelmed és az egészséged fontos dolog. Ebbe pénzt fektetni nem felesleges, és ne várja dologgal másfél évet, ahogy én tettem. Na jó, akkor most jöhetnek a végére a megszokott dolgok. A YouTube-on a videó leírásában ott lesz a link, ami a vásárlás helyére vezet. Adok kuponkódot is, hogy a vásárlás olcsóbban megúszátok. És már tényleg a legvége? Ha tetszett a videó, akkor ezt nekem azzal, hogy feliratkozol a csatornámra, nyom meg a lájkot, like szólj hozzá a videóhoz, mert a YouTube algoritmusa ezt szereti, és így lesz sok nézőm. Legyetek jók, a következő héten egy újabb bemutatóval érkezem. Sziasztok!